Kigyulladt és teljesen kiégett egy kis teherautó az M5-ös autópályán Kecskemét határában a hajnali órákban. A balesetben senki nem sérült meg. Helyszíni beszámolók szerint Szeged felé haladt a jármű, amikor a bal hátsó kereke kigyulladt. A lángok pillanatok alatt átterjedtek a kis teherautó egészére. Vezetője még időben ki tudott szállni a járműből, majd elhagyta a helyszínt. A helyszínre két járművel érkeztek a tűzoltók, akik eloltották a lángokat. A jármű teljesen kiégett, az oltás idején forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett szakaszon.